Elhozni Indiát Magyarországra, ez volt a fő cél a Morovszki Ildikónak, aki férje diplomáciai karrierje révén négy évet élt a dél-ázsiai országban. Mint mondta, festményeihez nem kellett ihletet keresnie, hiszen az élmények, a színek és az autentikus népviseletek az utcán hevertek. A festőművész emellett erősen inspirálta Amrita Sergil művészete. Ő egy magyar, félig magyar származású indiai festőnő volt, és, és amit... Én közös pontnak találtam kettőnkben, hogy őt is a, a szegény emberek ö, egyszerű élete, és a, az utcaember volt az, aki elkezdett festeni. Tehát, hogy az ő szépségüket akarta megmutatni. A Szatmári Múzeumban kiállított festmények a másság elfogadását, a kultúrák összetartozását üzenik. Említette Bokor Balázs, aki diplomáciai karrierje során számos keleti országban teljesített szolgálatot. Az embereket megismerni elsajátítani azt, hogy ők hogy élnek, mondjuk Indiában a jelenlegi kiállítás apropóján, mik a szokások, milyen színek vannak, ugye nézzük majd meg a képeket, a ruhák színei. Számomra mindig a népviselet az egy nagyon fontos dolog, mint hogy Magyarországon is fantasztikus színek vannak a népviseletben, Indiában is a szárik. Tehát az az üzenet, hogy ne féljünk megismerni a másikat, ne féljünk elfogadni a másikat, és éljünk együtt. A kiállítás megnyitóját megtisztelte jelenlétével India-Magyarországi Nagykövetségének kulturális vezetője is. Tanúja Sankár arról beszélt, Morovszki Ildikó műveivel hűen ábrázolja az indiai társadalmat, és tovább erősíti a két ország közötti jó kapcsolatot. India egy nagyon színes ország a nyelv és az eltérő kultúrák, művészetek, hagyományok tekintetében egyaránt. Jó látni, hogy a művész nőmélyen beleásta magát az indiaiak érzésvilágába, és különös fontossággal kezelte a vidéki india helyzetét. Morovszki Ildikó kiállítása több mint egy hónapig lesz látható Máté Szalkán a Szatmári Múzeumban.